A szerb rendőrség akciócsoportja Szabadkán a Radonováci erdőben 109 illegális bevándorlót találta a razzia során. Az elfogott személyek közül 25-öt minősítettek biztonsági szempontból jelentősnek. Az elfogott személyek között két nemzetközi körözés alatt álló egyén is van. Az egyikük tábornok, míg a másik mesterlövész volt az afgán hadseregben. Ellenük Franciaország adott ki elfogató parancsot súlyos terrorista cselekmények elkövetése miatt. A szabadkai akció során egy automata puskát, két golyókkal teli tárat és marihuánát is találtak az illegális bevándorlóknál. Az erdő mellett élőknek nincs nyugalmuk az állandó migráns forgalomtól. Most nagyon fél vannak fegyverezve, úgyhogy még én is találtam itt a két pisztolyt, itt a harmadik fánáit. Ugye kinyitom a rendőröket, el is vitték, le volt filmezve, mind. Gyerek, én találtam. De rengeteg mondom, mert amikor megindulnak, az akkor 2-3 óráig legalább. Ez már a sokadik rendőrségi akció az erdőben az elmúlt hónapokban. A helyiek tudják, hogy csak idő kérdése is visszatérnek a migránsok és az éjszakai lövöldözések. Egész éjszaka körzök le, fő, ki, be. Nem félek tőlük, nem félek, de nem félek, mert védem a családomat. Másképp nem lehet, hogy... A szabadkai akcióval egy időben Horgoson is akcióba léptek a rendőrök. Ott 93 migránst fogtak el. A két akcióban őrizetbe vett bevándorlókat, valamint a szabadkai befogadó központban tartózkodókat elszállították más táborokba, Szerbia déli ország részébe, legalábbis azokat, akik nem tudtak vagy nem akartak elszökni a rendőrök elől. A rendőrségi akció után nagyon kevés migráns maradt a szabadkai befogadó központban, ők jelenleg takarítják az épületet. Az épület körüli szemétben viszont nagy mennyiségű igazolvány vagy útlevél méretű képet találtunk, hogy minek a migránsoknak ennyi útlevél vagy igazolványkép, nem tudhatjuk, csak valószínűsíteni bírjuk.